Williams Televízió. A helyi bölcsödét három egyenként 12 fős csoportban, javarészt környékbeli és helyi kisgyermekek és szüleik látogatják. A bölcsödében a fejlesztések is folyamatosak, a konyhán pedig nem csak a helybéli, hanem a környező települések gyermekintézményeinek igényeit is kielégítik. Jelenleg már mintegy 550 főre főznek. Folyamatos a beiratkozásunk, 100%-osan működnek, kihasználtsággal működnek a csoportjaink, 36 fővel. Hány csoport van most jelenleg? Három csoportunk van jelenleg, 12 fős csoportokról beszélünk. Idén meghirdettünk központi beiratkozást, a szeptemberi férőhelyünk tulajdonképpen már be is teltek. Ők javarészt vasadiak, vagy a környező településekről is járnak át a bölcsödébe? Többnyire környező településekből tevődik össze a csoport létszáma. Ekkora létszámhoz elegendő munkaerő van most per pillanat? Igen, elegendő munkaerővel rendelkezünk, megfelelő kisgyermekgondozói létszámmal. Lassan már ugye ki is lehet jönni a gyerekekkel, hiszen itt a jó idő. Milyen fejlesztéseket eszközöltek az elmúlt időszakban a bölcsöde területén? Nagyon örülünk, hogy itt a jó idő, nagyon sokat tartózkodunk kint, délelőtt, úgy délutáni időszakban is. Mostani fejlesztéseink elkészült, vagy folyamatban van a vízszikasztóárkunk kialakítása az utcafronton, és a mozgáskorlátozott látogatóink miatt a járda adott esetben. Milyen programokat tudják a bölcsöseket lekötni napközben? Napközben nagyon sokat tartózkodunk a szabadban. Tervezünk a szülőkkel által, vagy közösen biztosított programot is. Miután egy zárt kis közösségben élünk, ugye 36 főről beszélünk, szoktunk nyílt napot tartani, vagy esetleg most lesz egy közös virágültetős családi napunk, ami nagyon nagy sikere szokott lenni mindig. Szülőknek azért hatalmas segítség, hogy létezik olyan, hogy bölcsöde. Mégis meddig fog a bölcsöde idén működni a nyári szünet beállta előtt? Idén a nyári szünetünk július közepétől augusztus közepéig fog tartani. 4 hét leállásunk lesz. Igyekszünk minél rövidebb időt leállni. Viszont a bölcsödének van egy sajátossága, egy különlegessége lehet így fogalmazni, hogy a konyhán nem csak itt helyben főznek, hanem máshova is. Környező településeink gyermekintézményét látjuk el többnyire, igen. Ez viszonylag mekkora terület? Hát körülbelül 500-550 főre főzünk, ez olyan 3 falut látunk el. Közétkeztetésnek megfelelően főzünk, több intézményből pozitív visszajelzéseket kaptunk az ételminőségét tekintve. Ugyanakkor nem csak intézményekbe főznek, hanem magánszemélyeknek is. Igen, magánszemélyeknek is szállítunk ki ételt, és onnan is pozitív visszajelzések vannak. Időseknek szállítunk, vagy aki mozgásában korlátozott esetleg. Really?